Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves testvéreket és a tévénézőket, akik belekapcsolódnak a mai közvetítésbe. Advent első vasárnapját ünnepeljük. Mielőtt elkezdenénk a Szent Misét, először megáldanám a koszorúkat, és meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek! Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. Könyörögjünk. Istenünk, Te teremtettél mindent, mert Te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiadban világosságot és életet adsz nekünk, és szent lelkeddel megvilágosított szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, és reményben, bizalommal várhatjuk fiadat, ami üdvözítőnket. Áld meg ezeket az adventi koszorukat, hogy mint a remény jele az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessenek minket, és add, hogy e napokban növekedjünk a Te kegyelmedben. Te világosságként küldted fiadat e világba. Áld meg ezeket a gyertyákat. Advent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Add, hogy amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk Krisztus iránti szeretetünk. Készítsd elő szívünket születésének megünneplésére, és add, hogy egykor színről színre láthassuk fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
örök Isten, önts híveit szívébe szent elhatározás, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országába, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Izajásnak, Ámosz fiának látomása Judáról és Jeruzsálemről. Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól. Rajta menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk, mert Sionról jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása. Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat szántalan népnek. Ők meg beolvasztják Ekevasnak kardjukat, és Harlónak láncsaikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviseletet. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Thank you.
szent lecke Szent Pál apostolnak a romaiakhoz írt levélből. Testvéreim, ismeritek a szitőt? Itt a szóra, hogy felébredjünk álmunkból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Múlomban az éjszaka elközelkedt a nappal. Vessünk hát el a sötétség tetteit, és oltsuk fel a világosság fegyvereit. Éljünk becsületesen, mint az a napaink illik, nem lakomászva és irítségben, kicsaponkásban és irítségében, ne civakodva és viszálykodva. Öltsék inkább magatokra Jézus Krisztus testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyunk szerint cselekedjetek. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindnyájukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őrül a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, melyik napon jön el a ti uratok, mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fent virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Toha času Isus kazal svojim učňam. Tak, jak bula za dniv noja, tak bude prichit syna ľudského.
Bo tak, jak u ti dni перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх, таким буде і прихід Сина Людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкоп у своїй дім. Тому й ви будьте готові, бо Син Людський прийде тієї години, про яку й не здумаєте. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! A koszorún meggyújtottuk az első gyertyát. Ez a fény, amely a koszorúról árad, figyelmeztessen és emlékeztessen bennünket Krisztusra, aki az igazi világosság. És általában így a templomban a gyertya az Krisztusra, az ő fényére, az ő világosságára emlékeztet bennünket. Tehát így az adventi koszorún ez az első gyertya mutassa meg azt, hogy mi is nyissuk ki a szívünket még jobban, hogy a krisztusi fény az gyújjon lángra bennünk, és a krisztusi szeretetnek a melege is gyulladjon lángra bennünk. És ahogy vasárnapról vasárnapra meg fogjuk gyújtani a következő gyertyát, ugyanúgy növekedjen bennünk Krisztusnak a fénye és a krisztusi szeretet. Mert növekednie kell Krisztus fényének és Krisztus szeretetének bennünk. Mert legyünk őszinték, hogy nem vagyunk tökéletesek a szeretetben, hanem ezt mindig tanulni kell, és a krisztusi szeretetet mindig mélyíteni, mindig növelni kell a szívünkben, a lelkünkbe. Tehát így most az advent elején határozzuk el azt magunkba, mit fogunk tenni annak érdekében, hogy még jobban tudjuk ezt a krisztusi fényt magunkévá tenni. Mit fogunk tenni azért, hogy ez a krisztusi szeretet áradjon bennünk? Hisz a gyertya, amit meggyújtunk, az adja a fényt és adja a meleget. Minél több gyertyát gyújtunk meg a koszorún, amikor meg lesz gyújtva mind a négy, több fény fog áradni, és több meleg fog áradni a koszorúról. Igaz, hogy ezek kis fények, de mégis ezek valamit jeleznek a számunkra. És arra ösztönöznek bennünket, hogy a mi fényünk is növekedjen, a mi szeretetünk is növekedjen. És ki a mi fényünk, ki a mi szeretetünk? Krisztus, aki bennünk akar lakozni. Aki mindig is vasárnapról vasárnapra, persze, hogyha hétköznap is eljövünk a templomba, akkor is mi bennünk akar lakást venni. Hisz az oltári szentségben a kenyér és a bor színe alatt mindig eljön közénk, de nem csak azért, hogy az oltáron maradjon, és a tabernákulumba legyen elzárva, hanem hogy a mi szívünkbe lakozzék. Ne veszítsük el érzékünket Krisztus iránt. Ne legyünk olyanok, mint ahogy az evangéliumban hallottuk, azokat az élethelyzeteket, azoknak az embereknek a gondolkodás mondját és a magatartását, akikről ír az evangélista, hogy mit tettek? Hát nősültek, férjhez mentek, jöttek, mentek, ettek, ittak, tettek, vettek, és nem is ebben van a gond, hogy végezték a dolgokat, a feladatukat, hanem mindent úgy végeztek, minthogyha Isten nem létezett volna. Megfeledkeztek Istenről. És ami még szörnyűbb, hogy Istenre nem is akartak
semmi módon gondolni, és ezekkel a cselekedetekkel, amelyeket fensorol az evangélista, Istennek a szívünkbe, a lelki ismeretünkbe írt törvényét még jobban elhomályosították. Tehát ez volt a szörnyű, hogy azt a lelki ismeretet, amely mindegyikünkben ott van, hisz ez Istennek a belénk teremtett szava, ezt eltompították. Tehát azért jöttek, mentek, tettek, vettek, hogy még ne is hallatszódjon az Istennek a szava. Akkor még nem volt leírva a 10 parancsolat, a törvény, amelyet majd később az Úristen Mózes által nyújt a népnek, akkor a szívükbe, a lelkiismeretbe írt törvény létezett, amelyet Noénak a környezete eltompított magába. Noé volt az egyedüli, illetve a családja az, akik a szívükben, akikben a lelkükben az Isten szavára és törvényére hallgattak. Ugyanúgy Jézus korában is voltak, akik hasonlóképpen jöttek, mentek, tettek, vettek, adtak, vettek, de voltak, akik megnyitották a szívüket, a lelkiismeretükre hallgatva Krisztus után mentek. Ugyanúgy a mi időnkben is, amikor feltesszük a kérdést, azt, hogy vajon miért nem jössz el templomba vasárnap, hogy találkozzál az Úristennel. Akkor jönnek a kifogások, de az egyik az, hogy hát nincs időm. Mert annyi dolgom van, annyit kell végezni, tenni, venni, de pontosan mindez a rohanás, mint ahogy Noé idejében, eltompítja a lelkiismeretet. Elhalkítja, utána a végén pedig elfojtja az isteni szót a szívbe, a lélekbe. Hát Isten óvjon bennünket, hogy ez bekövetkezzen a mi életünkbe. Hogy elfojtjuk az isteni szót, hogy a lelkiismeretet elhallgattatjuk. Tekintsünk Noéra, hogy ő volt az, aki nem figyelt oda a környezete jövésére, menésére, hanem megkapta Istentől a feladatot, hogy jel legyen a környezete a társadalma számára. És valóban jel volt. Bár lehet, hogy egy kicsit furcsának tartották. Lehet, hogy őrültnek is nézték. Lehet, hogy ugye a családját is állandóan kigunyolták. Fanatikusnak bélyegezték. És olyannak gondolták, hát most ebben az időben, a mai időben nem lehet Isten törvénye szerint élni. És hány ilyen választ hallunk, amikor valaki igyekszik az evangélium szerinti életet élni, akkor mondják azt, hogy hát a mai világban nem lehet e szerint élni. Hol lehet követni Krisztusnak a tanítását? Hát mai világ nem alkalmas arra. Hát ugyanúgy Noéba is megvolt az a mai világ, amikor nem figyeltek oda Isten törvényére. Noé volt az egyedül, aki a lelkiismeretére hallgatott, aki az Isten szavára hallgatott, és végezte a feladatát. Amint Noé idejében, ugyanúgy most is, ha valaki elkezd tényleg komolyan az evangélium szerint élni, gondolkodni, vagy elkezd járni templomba, akkor már is jönnek a megjegyzések, hogy ez egy kicsit bolond, nem normális. Vagy amikor úgy neveli a családtagjait, hogy jöjjenek el vasárnap együtt, akkor azt mondják, ezek fanatikusok. Jönnek különböző megbélyegzések, különböző címkék, amiket a külvilág szokott aggasztani arra, aki kifejezi a vallásosságát tetteiben. Tehát így Noéra tekintsünk, aki nem figyelt a környezetére, hanem végezte azt a feladatot, amit az Úristen rábízott. Az Úristen mondott annyit, hogy majd jönni fog a katasztrófa, jön majd a vízözön, de azt nem mondta meg, hogy mikor. Adott neki feladatot, és Noé nekilátott a bárka építésének. És az a hosszú idő, ami le van írva az Ószövetségben, inkább annak a kifejezője, hogy nem volt az egy könnyű és kis munka, hanem igen fáradtságos. Noénak át kellett értelmeznie, gondolnia az egész életmenetét, az egész életstílusát, hogy meg tudja építeni a bárkát. Tehát a teendői mellett, vagy pontosabban a teendői helyett
most valami más került a központba. A bárkának az építése, és a készülődés arra, hogy majd megmeneküljön a családjával együtt a katasztrófától. Bár mindez jel volt a környezetének, a társadalmának is, hogy valami fog következni. Figyeljenek és térjenek meg. De nem tették meg. Ugyanúgy a mai világban is annak az embernek, aki Krisztus hívő, át kell gondolnia, át kell értelmeznie az életét. Csak egy ilyen kis rövid példát említsek, amikor jön az adventi időszak, jönnek a rorátemisék. Korábban kell fölkelni. Már is az embernek egy kicsit át kell gondolnia azt, hogy mit fog és hogyan végezni a nap folyamán, hogyan rendezi be a napját, mikor megy aludni, ahhoz, hogy reggel korán fel tudjon kelni, és el tudjon jönni a misére. Ez csak egy nagyon kis példa arra, hogy már ilyen esetben is végig kell gondolnunk, mit is hogyan teszünk. Ugyanúgy az egész életünket tekintve, igen, sok mindent félre kell tennünk. A fölösleges jövésmenést, a fölösleges dolgokat, a szüntelen evés-ivást, és ezt inkább arra érti a Szentírás, hogy az ember nem törődött mással, csak azzal, hogy a hasa legyen tele, legyen elég ennivaló, legyen elég innivaló, és a többi dolog az nem érdekel. Ment a habzsolás az életnek. Tehát most is nagyon sokszor látjuk azt, hogy az ember elveszíti az érzékét az ünnep iránt, amikor eljövünk a templom, hogy megünnepeljük mindazokat az isteni tetteket, azokat a misztériumokat, amelyekkel az Úristen megmutatja a cselekedeteit a történelem folyamán, az üdvösség története folyamán, hogy mennyi mindent tesz értünk, mennyi mindent tett értünk, és mennyit még fog tenni értünk. Tehát mindezeket meg kell ünnepelni, és az év folyamán ezeket mind megünnepeljük. És a mai ember, aki elveszíti az értékét az ünnep iránt, mert azt hiszi, hogy az ünnep abból áll, hogy megterítse az asztalt, és egyen, igyon, ebből legyen elég, ez ünnep, ez nem ünnep. Ez csak habzsolás. Ez olyan, mint amikor az állatoknak több ennivalót viszünk ki, és akkor habzsolnak. Igen, ezt a hasonlatot mondom, és bátran mondom, hogy sokszor így az ember is rendezi be az életét, mint az az állat, aki több ennivalót kapott, és csak habzsolja. Ne veszítsük el a lelki érzékünket Krisztus iránt. Tehát adventi időszak szítsa fel újra bennünk, vagy pontosabban mi magunk szítsuk fel újra bennünk ebben az adventi időszakban Krisztus iránti vágyakozásunkat. Engedjük, hogy a krisztusi fény még jobban járja át szívünket, lelkünket. Engedjük, hogy az a krisztusi szeretet növekedjék bennünk. És igyekezzünk megtenni mindazt annak érdekében, hogy a karácsony valóban nagy örömben tudjuk megünnepelni. És persze ezúttal készülünk az adventi időszakban Krisztus második eljövetelére is, mert ez a fontos. Tehát nem csak azt, hogy most a karácsonyt várjuk, és azt akarjuk megünnepelni, hanem azt, hogy el fog jönni másodszor dicsőségben. A mi életünkben külön-külön is, de igen, eljön majd az a pillanat, amit úgy nevezünk, hogy második eljövetele is a világ vége, akkor is el fog jönni. És mindezekre készülünk az advent folyamán. Tehát ebben az adventben úgy készüljünk, hogy Krisztusnak a fénye és a szeretete növekedjék bennünk. Ebben igyekezzünk mindig előbbre haladni. És segítsen minket ebben a jó Isten. Amen. Kedves testvérek, most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény,
barátnak az egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberlélek. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban is éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentekhez. Vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljön majd hatalommal és dicsőséggel ítélni élőket és holtakat. Add, Urunk, hogy a világ népei békességben éljenek, és eljöjjön közénk a Te országod. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Segíts, Urunk, hogy elhagyjuk a sötétség cselekedeteit, és a világosság fiai legyünk. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Töltsd el, Urunk, vigasztalásoddal a szenvedőket és az elhagyatottakat. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Irgalmazz, Urunk, mindazoknak, akiket készületlenül ért számadásra hívó szavad. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, dicsőséges eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat. Kérünk, részesíts minket most is kegyelmedben és egykor örök dicsőségedben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jó téteményedből felajánlunk,
hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség ura Istenem. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt.
vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Mártonnal egyházmegyénk védőszentjével, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Andal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Aki a mennyekben van, szenteltessék-e a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlikomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megjövődöm. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük, és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetném a kedves testvéreknek, hogy a szent misék a következőképpen fognak alakulni a hét folyamán. Holnap lesz Roráte mise, tehát korán kell jönni, 6 órakor lesz a szent mise. Hát kérem, hogy igyekezzenek eljönni. A következő pedig csütörtökön a megszokott időben délután 3 órakor lesz, utána pedig rövid szentségimádást tartunk. Egy kicsit mélyedjünk el az eukarisztia tiszteletére, hisz a eukarisztikus kongresszusra mi is készülünk, amely majd jövőre lesz Budapesten. Tehát így mi is csatlakozzunk lélekben ahhoz, hát aki majd tud, az el is fog utazni oda. Tehát így szentségimádást tartunk csütörtökön, vasárnap pedig a megszokott időben 12 órakor lesz a szent mise. Áldott vasárnapot és áldott hetet kívánok mindenkinek. Most pedig fogadják az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért. Küldetésünk van, járjunk békében. Istennek. Az Úrnak, Jézus édes örömöm, jóságodat köszönöm, szolgálhattam oltárodnál, kegyelmeddel megáldottál, ha most házad elhagyom, kísér minden utamon, ne felejtsem soha orcát, s add, hogy mindig legyek hozzád.